Gyakran hallani azt a városi legendát, hogy Albert Einstein minden idők egyik legnagyobb fizikusa, fiatal korában rossz tanuló volt, és még matematikából is megbukott. Ez a történet azonban teljes mértékben téves, és leginkább az emberek önvigasztalására szolgál. A valóság az, hogy Einstein már gyerekkorában is kiemelkedően tehetséges volt matematikából és fizikából, sőt, más tantárgyakból sem teljesített rosszul. Einstein Németországban, a Müncheni Luitpold gimnáziumban tanult, ahol a matematika és a fizika területén már fiatalon is kiemelkedő eredményeket ért el, bár humán tárgyakból, például irodalomból és nyelvekből kevésbé volt lelkes, és a zenetanulást kimondottan nem szerette, így is jó jegyeket tudott szerezni. Ez lehetővé tette számára, hogy 16 évesen jelentkezzen a híres svájci műszaki egyetemre, a Zürichi Politechnikumba, felvételi kudarc és további tanulmányok. Einstein első egyetemi felvételie nem járt sikerrel, különösen a francia nyelvből mutatott gyengébb teljesítménye miatt. Ezért egy évet a svájci Araukantoni gimnáziumban töltött, hogy pótolja a hiányosságait, kitartása meghozta gyümölcsét. Egy évvel később sikeresen felvételt nyert a Politechnikumba, még mindig fiatalabb korában, mint a legtöbb jelentkező. Az akkori svájci osztályzási rendszerben a hatos volt a legjobb jegy. Einstein felvételi bizonyítványán jól látható, hogy matematikából és fizikából is kitűnően teljesített, míg francia nyelvből hármast kapott. E jegyek is igazolják, hogy a későbbi Nobel-díjas tudós már ekkor is figyelemreméltó tehetséggel bírt, míg Németországban az egyes jelentette a legjobb jegyet, Svájcban a hatos volt a legmagasabb érték, amikor Einstein eredményeit évtizedekkel később amerikai újságírók megvizsgálták, félreértették az osztályzatokat, és szenzációként tálalták azokat. A félreértés először 1935-ben jelent meg egy Ripley's Believator című amerikai magazinban, amely színes, szenzációhajház történeteiről volt ismert, Einstein, aki ekkor már a Princeton Egyetemen dolgozott, többször is cáfolta a hírt, de a legenda ettől függetlenül világszerte elterjedt a valóság és a tanulság. Einstein története remek példa arra, hogyan torzíthatja a valóságot egy rossz fordítás, kulturális félreértés vagy szenzációhajhás sajtó. Bár a legenda sokak számára vigaszt nyújt, az igazság az, hogy Einstein már fiatalon is rendkívüli tehetség volt, aki kemény munkával és kitartással érte el sikereit. Ez a történet arra emlékeztethet minket, hogy ne dőljünk be a felszínes hírezteléseknek, hanem törekedjünk a valós tények megismerésére és értékelésére. Einstein maga is hit abban, hogy a tudományos igazságok keresése az emberi szellem egyik legnemesebb feladata.